És hát a zene fontosságáról a színházban ez a témánk, és erről fogunk beszélgetni a vendégeimmel, Jászai Mari díjas rendezőíróval, Andrássy Attilával, és Nédo Olgával, hegedűművésszel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tegeződhetünk, bocsánat, egy kicsit gördülékenyebb lesz a beszélgetés. Persze, köszönöm a lehetőséget. Hát én köszönöm, hogy elfogadta. Nos, hát a színház ugye gyakran nem gondolunk bele, hogy mennyire fontos ott is a zene, és pedig hát ugye az egyik elkerülhetetlen, megkerülhetetlen jellegzetessége az, hogy zene is van, miközben színházi darab folyik. Olga, te játszol egy darabban, amiből egyébként majd részletet is fogunk hallani, a Fehér Szarvas című darabban. Hogyan kerültetek kapcsolatba? 2018-ban találkoztunk, amikor a 18 című darabot próbálták ugye Attiláék, és Attilának a fejéből pattant ki az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha élő zene is lenne ebben a darabban. Elmentem egy próbára, és megnéztem, és láttam, hogy ez nagyon-nagyon fantasztikus, és tényleg annyira jó volt a hangulat, és maga a darab is nagyon-nagyon tetszett nekem. Milyen jellegű darabot képzeljünk el? Hát egy történelmi darabról van szó. Ami nem egy könnyed műfaj. Nem egy könnyed műfaj. És nagyon megtetszett tényleg ez az ötlet, és azonnal azt mondtam, hogy igen, és van hozzá kedvem. Úgyhogy 2018 óta most már rendszeresen dolgozunk együtt. András, te rendezed ezt a darabot? Igen, én rendeztem, én írtam a darabot. Hát az igazság az, hogy a zene az állandóan ott van a színházban, még akkor is, amikor nem szól. Uh-huh. Mert van, amikor belül szól. Ugyanis, ha belül nem szól, akkor nincs is színház. Tehát minden jelenetnek megvan a zenéje. Minden jelenetnek megvan a belső lüktetése. És időnként tör fel ez a semmiből úgy, hogy halljuk is. Úgyhogy hát erre a feltörésre, arra, hogy halljuk is, arra kértem fel Olgát. És ő teszi azt, hogy hallható legyen. Most eszemben is jutott egyébként valami, ugye a zene világnapja van ma, október 1-e, és ugye ezt Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezte, hogy legyen zene világnapja, és ő mondta, hogy a zene a káoszban is rendet teremt. Hát most ez jutott így eszembe erről. Ez valóban így van. Én észrevettem azt, bár most egy tévében vagyunk, ha reggel nem a tévét kapcsolom be, uh-huh. hanem a zenét ereztem meg, akkor valami másképpen indul a nap. Talán elfeledtük azt, hogy a zene sokkal fontosabb részese az életünknek, mint pusztán, hogy szól. Ugyanis az, ahogy hat, az valóban megnyugtató rendet teremt a lélekben, és ez a rendet teremt a világban is. A zene az rendkívül fontos dolog, és így a zene világnapján és az idősek napján, valamint a pandémia kapcsán úgy döntött a színházunk, hogy az összes előadásunkat, amit játszunk ebben a hónapban, ingyenessé tesszük. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Hát a zene a legesleg belsőségesebb dolog, amit el lehet képzelni, hiszen megszületik egy csecsemő, hát mit csinálunk vele, meg akarjuk nyugtatni, és nálam ez működött. Oké, mindenki azt mondja, hogy jó, azért, mert tudok énekelni, de nem ez. A rezgés szám az, hogy az embernek megszólal itt a mellkasán fekvő kisbabának a fejénél valami itt a... keletkezik a hang, és érzi, és átérzi, átrezgi. Nagyon, tehát varázslat az egész. Mi dönti el, illetve a maga, a rendező dönti el, hogy kivel dolgozik egy darabban? Hát igen, általában az élet dönti el, de ebben az életben nyilvánvalóan a rendező hozza a döntéseket az adott lehetőségeken belül. De ha az ember megtalálja azt, akivel jó hosszú idején keresztül dolgozni, akkor egy mélységes nyugalom tölti el a lelkét, hiszen nincs rákényszerítve a pánikszerű keresésre, mert a keresés az pánikszerű. Aha. Tehát megszületik egy gondolat, az le van írva, színre van véve, és ennek a zenei megfelelője, az nem lehet csak úgy elővenni. Tehát, hogyha konzervzenéket veszünk elő, az nem az. Persze mindig a legjobb az, amikor a zenész ott ül, ugyanis együtt lélegzik a színésszel. Valami történik, ami más a próbán, és más, amikor a
közönség ott van. Magában a zenészben, a színészben történik egy változás. Tehát van valami, ami megfoghatatlan, ami teljesen mindegy, hogy milyen hangszerről van szó. Ha érzékeli a zenész, hogy hallják, akkor egy láthatatlan kapcsolat alakul ki a hallgató, a néző és a zenész között, és az más, mint a próbán. Ugyanúgy járnak az ujjak, a vonó ugyanúgy jár, vagy a billentyű ugyanúgy. Technikailag ugyanaz, csak ugyanaz. Lélekben más. Na, de ezért művészet, nem tudomány. Én úgy gondolom, hogy az is fontos egy zenésznek, legalábbis nálam, hogy kikkel dolgozik együtt. És nekem például nagyon fontos volt az, hogy szerintem mi az első pillanattól kezdve úgy egymásra tudtunk hangolódni, hogy én tudtam, vagy éreztem inkább, hogy mit szeretne kihozni ebből, és nem is volt arról nagyon kérdés, hogy én mit játszak ezekben a változásokban, mert ugye akkor játszom én mondjuk a 18 című előadásban, amikor ugye díszletet rendeznek, és ezt valahogy bele kell olvasztani a zenével, és egy kicsit megszakítani. És nem volt szerintem ezzel sem egy vita sem, mert valahogy így éreztük egymást, és a színészeket is. És ezt én nagyon fontos dolognak tartom. Különböző módszerek vannak a rendezésben. Tehát van az, hogy a rendező otthon elképzel mindent, és akkor a színészt bábként használja, és ugyanúgy a zenészt is. Én nem ezt művelem, tehát én alig előkészülten érkezem meg a próbára, tudom, hogy mit akarok elérni, de ott abban a pillanatban az adott színészeknek a hangulata, az aznapi, amit hoznak, a sajátságos tehetség, mert mindegyiknek más a tehetsége, ugyanazt fogjuk elmesélni, csak a sokkal szervesebb lesz, sokkal inkább hasonlítani fog egy növénynek a fejlődéséhez, a növéséhez, mint hogyha gépiesen legyártjuk a jelenetet. Tehát alkotni szeretünk a próbán, nem gyártani. De most ebben az első pillanatban éreztük egymást Olgával, mert ilyenkor nem mindent beszél meg az ember, csak részleteket. És a tett az önmagáért beszél, akkor látjuk, hogy most egy húron pendülünk, vagy nem pendülünk egy húron. Hát akkor, milyen stílusosan fejezte ki magát, András? Akkor meg kell keresnünk azt a húrt, ahol egy húron pendülünk. Aha. De az az igazság, hogy nekünk ez szó nélkül sikerült. De jó. Hát én itt olvasom a Prima Primissima Kölcsei díjakat, mindenféle díjakat és elnevezéseket, amiket a nevedhez sorolhattam volna mégis. Még lehet most se fejeztem volna be, szóval hát ezekhez mind egyébként nagyon gratulálok, mert köszönöm, nyilvánvalóan szépen. Nagyon különleges, amit csinálsz. De hogyan jött számodra pont a hegedű, és mikor? 9 évesen, viszonylag későn jött a hegedű, ugye az előbb hallhattuk a kislányt, hogy ugye 5 éves korában elkezdte a zenei tanulmányait. Nekem ez egy picit később alakult. Egy énekórán fedezték föl, hogy van a zenéhez tehetségem. Én nem akartam zenész lenni egyáltalán, én állatorvosnak készültem, de a hegedű maradt. Most éppen láthatják a nézők is, ahogyan itt a hegedűzdel pózolsz, és elkaptak egy pillanatot. Hát nagyon nőies vagy a színpadon, és van is egy ilyen darabod, illetve egy hanglemezed jelent meg, a nő és a hegedű. Így van. Számodra fontos ennek a kettősségnek az összekapcsolódása? Számomra fontos, mert... Hogy benned összekapcsolódik. Igen, én ilyen nőies nőnek tartom magam, én nagyon szeretem mindent, ami a nőiességgel kapcsolatos, és a hangszeremet imádom, ami egy ilyen örökségnek számít, egy volt hegedű tanáromtól örököltem meg ezt a hangszert, és nagyon-nagyon kecsesnek tartom, és tényleg olyan szép formája van, és olyan nőies formája van a hegedűnek, és ezért is találtuk ki ezt a nevet, hogy ugye a hegedű és a nő, és egyébként ez az udvari kamaraszínházban is van egy ilyen koncertsorozat, ugye, ami az Altemplomban van, a Pozsonyi út 58 szám alatt, és lesz is előadás november 14-én. De jó, hogy ezt bemondtad, mert hát ha még most megjegyeztem, és még bemondom, hogy mindenképpen menjem
De ha már a dátumokról van szó, akkor hadd említsem meg, ugye, hogy az októberi előadásaink ugye ingyenessé tettük lehetővé, és október 8-án lesz előadás a 18, másnap 9-én a Ki ez az ország, 20-án Fehér Szarvas, és 31-én pedig a 18 című előadás. 8-án 19. 8-án 19, bocsánat, igen, igen. Igen, hát az az igazság, hogy nálunk a színházban mindenki nő és férfi, egyáltalán nincs olyan színészünk vagy munkatársunk, akinek kételjei lennének a nemi hovatartozását illetőleg. Én úgy tudom, hogy a kollégáim bekészítettek ide nekünk egy kis bejátszót, ami pont ebből a darabból van, és a Te hegedű művészetedből, úgyhogy ha készen állunk, akkor ezt így meg is nézhetjük együtt, és utána visszajövünk. Na hát itt láthattuk, mert hogy rosszul mondtam, tehát ugye ebben te nem hegedülsz. Én úgy tudtam, igen, hogy igen, de nem, de aztán kijavították közben, hogy a 18 című darabban hegedülsz. Igen, ott élőben hegedülök, illetve a 19 című darabban is részt veszek, csak ott nem élőben, hanem ott felvételről, de én hegedülök ott is. Zsoldos Béla Liszt-Ferenc díjas zeneszerző írta külön erre a 19-re egyébként a zenéket. És ezek milyen? Ez könnyedebb műfaj? Hát az igazság, hogy a 18 az eleink egykori közös hazája, a Magyar Királyság utolsó három napját dolgozza fel 1918-ban. A 19 a következő évet, és valójában azt a kommunizmusnak, mint egy laikus isten nélküli vallásnak a szétterjedését Európába ez dolgozza fel. De nem egy mogorva módon, tehát nagyon sokat lehet azért nevetni benne, de az igazság az, hogy mi minden előadásunkban pusztán annyira szórakoztatunk, amennyire elkerülhetetlen, hogy neveljünk. Értem. Hogy a darabban milyen sűrűn hangzik el a hegedű? A 18 című darabban szerintem elég sűrűn hangzik el. Minden változásnál hegedű szó kíséri végig a változásokat és a színészeknek a mozgását, a mozgásvilágát, és azt próbálom elősegíteni, hogy ne vonjam el a figyelmet teljesen a színészekről, viszont egy hangulatában más a következő jelenetet erősítsen meg a zenével. Ezek előre ki vannak találva, tehát hogy ez valami konkrét mű, amit ilyenkor játszol, vagy egy kis spontaneitás is belefér? Konkrét művek hangzanak el, illetve amikor ugyanazok a jelenetek vannak, amikor ott játszódnak mindig a jelenetek, akkor annak van külön zenéje. Az igazság. Ez a miniszteri jelenet például. Igen, de viszont ez sokkal fajsúlyosabb. Tehát Olga a hegedűvel úgy sétál a szereplők között a királyság utolsó három napjában, mint a sors. Oh.
Te vagy ott a sors. Igen. Hát ez elég kemény. És az, hogy milyen jelmezben vagy, tehát például hogy nézel ki a színpadon? A hasonlóképp, mint egy színész, hát hogy akár el is veszhetnél, de nyilvánvalóan ott van a hegedű. Mivel kezemben, ugye én nem különbözően olyan valóságos szereplőnek tűnök, hanem kvázi ilyen szellemként vagyok jelen, ezért korabeli jelmezben vagyok természetesen, de fekete ruhában, aki ott éppen tényleg így siklik a színészek között a zenével. A jelenetek között egy-egy külön jelentet jelent a sors, vagyis az Olga a színen. És még egy utolsó kérdés, ha megengedett, hogy mennyire más könnyű zenét játszani, komoly zenét játszani egy nagy színpadon, vagy egy kamaraszínpadon, teljesen mindegy, de komoly zenét, és mennyiben más hegedűre vinni olyan darabot, ami sokkal könnyedebb? Teljesen más. Mondja, a hangulatod más, amivel elkezded, a lelkisége, vagy mi? Ez érdekes, mert ugye a hangulat az teljesen befolyásolja a játszási módot. Ugye szokták mondani, hogy nem csak a hegedűben, de minden hangszernek van lelke. Uh-huh. És ezt valahogy ugye az én lelkem, aki megszólaltatja azt a bizonyos hangszert, és a hangszer lelke összefonódik. És ugye a hangszerből az fog megszólalni, amit én érzek. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon befolyásolja, de szerintem ez egy énekesnél is így van, hogy amilyen a lelki állapota, az jön ki a torkából. Úgyhogy, hát sőt. Igen. Ugye nekünk azért ott rendesen végig kell suhannia az énekhangnak, ugyanez van a levegőnek mindenen, ami nyomaszt. És ugyanez van mondjuk egy hangszerben is, egy hegedű, mert ugye ez egy nagyon hosszú, de mégis közeli szál, és ezt végig kell a lelkünkből vinni a hangszer felé. Úgyhogy nehéz, nehéz dolog egyébként ez, de én imádom és nagyon szeretem. Minden előadásnál más, és máshogy kell átszellemülni. Hogyha mondjuk egy olyan előadásom van, ami tényleg csak az enyém, és ugye szólistaként vagyok jelen, az megint egy más dolog, de mondjuk ugye, hogyha egy színházban játszom, ugye ezekben a darabokban, akkor ott egy kicsit nem csak a saját lelkemet kell a hangszerrel összekötni, hanem a színészekét is, és az ő lelkiállapotukat is figyelembe kell venni, hogy tudjam őket segíteni, és egymást tudjuk segíteni, és ezáltal lesz szerintem teljes a darab. Ez egy rendezői direktúra volt? Tehát ti ezt megbeszéltétek, hogy mint egy sors így végigmegy, vagy egy közben? Az az igazság, hogy Olga túlságosan jó hegedűs ahhoz, és zenész ahhoz, hogy erről külön szót kelljen váltani. Az igazság az, hogy egy igazi zenész bemegy a színészek közé, és ezt tudja, érzi, hiszen ez lényegében a zenekar közé ment be, csak a színészek nem hangszeren játszanak. Egy egységet kell képezni, és a színészek is erre ráhangolódnak. Kellő professzionális múltal rendelkezik minden színésze az Udvari Kamara Színháznak. Ebből kifolyólag erről külön szót nem is kell váltani, hiszen ez valójában nem a szakma, hanem a hivatás lelke. Tehát amikor már a hivatás szakmává züllik, akkor kell beszélni sok felesleges szóval, aláhúzni, hogy mi az, ami kell. Amikor a hivatás szakralitása van jelen, és hála Istennek az Udvari Kamara Színháznál ez van jelen, akkor magától értelődnek a dolgok. Tehát, ha egy zenészt beküldünk a színészek közé, minden valós színésznek éreznie kell, hogy az egy egyrészt egy színész most, másrészt őt a zenekar része. És valójában a karmester érkezett meg. Úgy a karmester, hogy ők nem zenélnek. És mégis az. Van valami a hangszer megszólalásában. Szó szerint nem a melódiában, nem a zenében, hanem a színpadon a hangszer megszólalásában van valami, ami abban a pillanatban átrepít bennünket valahova máshova. Tehát a 19-ben például a Kokáér egy operaénak van jelen, ami ugye hát itt a cári család kiirtásáról is szó van, meg elég kemény dolgokról is, de amikor az operai hang megjelenik, ott egy másik világba kerülünk, másfél órával az előadás kezdete után. Tehát teljes mértékben a zene
a színpadi időt és a teret változtatja meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgethettünk erről, és hát teltházas előadásokat kívánok, már amennyiben most ezt lehet kívánni, vagy nyilván egy csomó szabály. És várunk mindenkit sok szeretettel a Pozsonyi út 58 szám alatt az altáplomban. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt lehettünk.